Egy újabb vendéglátó következik a sorban, amelyik még eddig nem tudott nyerni ötforduló során. Győr, Békés Csaba. Váncsa átemeli Kulcsárnak, ez már lassan lövőhelyzet, és végnek kellett bravúrt bemutatnia. Váncsa, elengedés, ez a Vesztemer, Rugovics jöhet, igaz, hogy egyelőre beékelődött négy ember közé. Ez bizony sárga lesz, vagy piros. Piros lap, Uszma úgy kiállítja a játékvezető, hiszen utolsó emberként a kitörő Rugovicsot elkaszálta. 16. perc, Mirjut a kicsit lopja a távolságot, aztán beemeli Keszeg előtt, ott a lehetőség, Rugovics mellé! 17. perc, Virág és Mirjut a labdával. Virág beemeli, Penya jön, és egy bravúros horvát védés. Mirjut a... Klaus pörgeti vissza, Penna nem is vette észre, hogy ott a labda, Mirjut a lövését pedig horvát védi. Fél órája tart a találkozó, újra csak Szántó szöglete, és felé. Szántó. Rugovics ott hozza játékba, egyelőre jó. És nagyon szépen lőtte meg Rugovics, de Horváth egyelőre biztosan áll a helyén. Máriási. Mirjuta. Keményen meglövi, és Horváth, mint a legyet. Máriási bedobása a 14. percben, a második félidőben. Mirjuta most ballal, és Horváth megint mekkorát védett. Kasik nagy vágtája, elérte még a vonal előtt. Virág szinte levette Fodornak. Máriási a jobb oldalon. Janut csak beijeszt, aztán megforgatja őt Máriási. Már belül a 16-oson, ez helyzet. És szöglet mutatja a játékvezető. Föllazult most egy kicsit a Békés Csaba, Máriási. Penna egyedül kilépett, kijön elé Horváth és mellé. Üresek bebizonyosodott ezen az előző mérkőzésen is, csak amennyit láttunk belőle, hogy manapság nem lehet ennyi helyzetet kihagyni. Egyszerűen nem lehet. Néha egy mérkőzésen összesen adódik három. Ha abból nem tud egy csapat nyerni, akkor már oda a találkozó.